Olyan jó lesz majd a jövő hét, hogy ugye nálunk alszanak a barátnőink, és ők már csomó mindent terveztünk, hogy majd elmegyünk Vidámparkba, meg elmegyünk majd Kalandparkba, utána pedig majd következik a szülinapom is, és utána meg ma megint elkezdődik a suli, amit már annyira nem várok, végre már vége lett is pihenhetek, és utána már megint elkezdődik, és egyfolytában tanulhatunk, meg házi feladat, meg minden ilyesmi. A táncolás előtt mindenki össze-vissza ment, elém vágtak, meg amikor ki akartam menni a színpadra, nekem jöttek, mindent felborítottak. Azért szeretem a labdarúgást, mert nem egyszerűen nagyon szól, hogy emberek a labdára futnak és futossák, hanem gondolkodjuk el, van taktika, ki merre mozog, ki az emberre, ellentétben mondjuk az úszással, ahol siet gyorsan kell úszni. Labdarúgásban kell gondolkodni, meg minden. A színnap egy remek időszak. Egy nap, ami végre csak rólad szól, mindenki körülötted csinál. Nagyon várod már, hogy mit kapsz, vagy mit nem kapsz. És a torta is, te válaszol ki, miért akarsz. És csokisat, mánásat, ez lényegében mindez. Aztán eljön az idő, amikor végre megkapod az ajándékodat, és nem azt kapod, amit kértél. És akkor én olyankor nagyon dühös és csalódott is vagyok, mert hát kértél valamit, és nem azt kaptad, már pedig megértem.